jó terméskilátások. Idén 125 éves a fajta kísérletezés Magyarországon. Ebből az alkalomból tartottak kalászos és káposztarepce technológiai bemutatót Nyírtelek Gyula tanyán. Fizetési késedelmek. Több mint 700 kérelem érkezett be az elmúlt közel 4 évben a teljesítésigazolási szakértői szervhez az építőipar területéről. Egyre több a vesebeteg. Mintegy 400-an szenvednek valamilyen vesebetegségben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Sokan nem is tudják, hogy érintettek. Idén 125 éves a fajta kísérletezés Magyarországon. Ebből az alkalomból tartottak kalászos és káposztarepce technológiai bemutatót a Nyírtelek gyulatanyai mezőgazdasági kísérleti állomáson. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az eseményen a folyamatban lévő fajta kísérletek mellett szó esett az idei terméskilátásokról is. A jelenlegi prognózisok alapján az őszi kalászosokból például közepes jó termés várható. Szépen növekszik a búza gyulatanya határában, az egymástól messze fekvő táblákban is viszonylag egységes képet mutat a kalászos. A Magyar Állam tulajdonában lévő növényfajta kísérleti állomáson a különböző növényvédőszerekkel és tápanyagokkal kezelt búzán kívül őszi káposztarepce, napraforgó és kukorica fajtákat vizsgálnak a szakemberek. Az érdeklődő gazdálkodók számára idén 15. alkalommal szerveztek repce és kalászos bemutatót. És még ennek a mai rendezvénynek adat különösen apropót, hogy a fajta kísérletezés 125 éves, ebből az apropóból is szerveztük ezt a mai napot. A mai napon bemutatásra kerül, ami gyulatanya fajta kísérleti állomáson van, 240 repce, hát nyilván ugye nem az egészet, hanem az államilag elismert sor, ami 21 fajtát akar, illetve a GOSZ által beállított búza, az 45 fajtát. Ezen kívül még az állomáson van kukorica, burgonya, napraforgó kísérlet, kukoricából 170 fajta, napraforgóból 70, burgonyából 35 fajta. A bemutatónapon elhangzott sok gazdálkodó a tavaly októberi esőzés miatt késve vetette el a kalászosokat. Ennek ellenére gyulatanya környékén és a megye más pontjain is szépen növekednek a szántóföldi növénykultúrák. Jelenleg járjuk most a határt, akkor az őszi kalászosok, ugye a repce vagy a búzafejlék is, ha közepestől valamivel jobb termést ígérnek, ha a közeljövőben ilyen 25-30 mm csapadékot kaphatna még, akkor én azt gondolom, hogy a kalászosoknál is a szemfejlettségnek már elég is lehetne az a csapadék. Nagyon gyönyörű mindenhol az őszi kalászosnak a vetése. Hasonlóan látják az idei nyarat a gazdálkodók is. Többen arra számítanak, hogy legalább a korábbi évekhez hasonló mennyiségű és minőségű termény takarítható be a nyár végén. A két éves időjárás az nagyon kegyetlen volt, ugyanis csapadék szegény esztendőt éltünk. A múlt év az már kicsit jobb volt. Mondhassuk azt, hogy jó termést hozott részben, mert nem mindenre lehetett ezt ráfogni. Voltak gyengébb hozamok, jobb hozamok területtől függően. Mondjuk a repce az, aval ki lehetett egyezni, utóveteménynek nagyon jó volt. Ezt követően tettünk bele kukoricát, és az tudta hozni 110 mázsáig. Az előrejelzések szerint az idei nyár csapadékosabb lesz, mint a tavalyi volt. A gazdálkodóknak nyáron nagyobb zivatarokkal, felhőszakadással és jégesővel is számolniuk kell, amelyek jelentősen ronthatják a szántóföldi növénykultúrák fejlődését. Több mint 700 kérelem érkezett be az elmúlt közel 4 évben a teljesítés igazolási szakértői szervhez az építőipar területéről. A szervezet teljesítési és kifizetési hiányosságokat vizsgál magyarországi építkezéseknél. Jelenleg több mint 170 szakértő dolgozik országos szinten a különböző ügyeken. A legutóbbi kutatások szerint az építőipari vállalkozások 80%-ának volt már késedelmes kifizetése, ezért is van szükség a szerv munkájára. Jelentős a fizetési késedelem a magyarországi építőipari cégeknél. A probléma megoldására jött létre a teljesítésigazolási szakértői szerv, közölte Csermei Gábor, a TSS vezető helyettese. Nyíregyházi előadásából az is kiderült, az építőipari beruházások 60%-a vitával zárul, a cégek 80%-ának volt már késedelmes kifizetése, és negyedének van 5 éven túli kifizetetlen számlája.
A lánctartozások mértéke a szervezet 2013-as indulása előtt már elérte a 400 milliárd forintot. A TSS az elszámolási vitákban nyújt segítséget az építőipari vállalkozóknak, tervezőknek, illetve a megrendelőknek. Lassan 4 éves működésünk során több mint 750 kérelem érkezett be, ehhez tartozó kérelmezett összeg az meghaladta már a 22 milliárd forintot, illetve az ehhez tartozó beruházási érték lassan közelít a 200 milliárd forinthoz. A teljesítésigazolási szakértői szerv csak magyarországi építkezési beruházásokat vizsgál. Olyan ügyekben segít, ahol nem adták ki a teljesítési igazolást, vagy vitás volt a dokumentum kiadása, de azokkal az esetekkel is foglalkoznak, ahol nem történt kifizetés az igazolás kiadása után. Az eljárási határidő maximum 60 nap lehet, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján 35 nap alatt sikerül ellenőrizni az ügyeket. A kérelmeket e-mailen vagy a szervezet honlapján keresztül is benyújthatják, de személyesen a helyi iparkamarák is segítenek ebben. A beadás után szakterület szerint értékelik az ügyeket, átnézik a dokumentumokat és bejárják a helyszínt. Végül egy 3 tagú szakértői tanács készít véleményt, ami alapján megpróbálnak megegyezni a felek. Ha ez sem működik, akkor bírósági eljárás kezdeményezhetnek. Ezeket a pereket kiemelt kategóriában kezelik, ezért jellemzően gyorsított eljárás folytat le a bíróság ilyen esetekben. A beadott kérelmek körülbelül 1/3-ánál a felek a szakértői eljárás során megegyezésre jutnak, tehát akár a hiánypótlási szakaszban, akár a helyszíni szemlén, akár a szakvélemény birtokában, és van körülbelül 1/3, aki bírósági eljárás kezdeményez, sajnos van 1/3, aki jellemzően talán épp a dokumentálás hiányossága miatt nem kap pozitív szakvéleményt. Az új jogszabályok már azt is előírják, hogy a szóbeli szerződés nem egyenlő egy írásbelivel, illetve tisztázzák a pótmunka és többletmunka fogalmát. Utóbbi 2017 elején megváltozott, amely sokszor okozott már problémát a TSS felmérése alapján. Mintegy 400-an szenvednek valamilyen vesebetegségben Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A nyíregyházi Művese állomás orvosigazgatója arról tájékoztatta televíziónkat, sokan nem tudják, hogy vesebetegségük lenne, pedig az időseknek, a magas vérnyomásúaknak és a cukorbetegeknek fél évente, évente kellene vér- és vizeletvizsgálaton részt venniük, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek. A vesebetegek száma az elmúlt években folyamatosan világszerte nő, mondta a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületének közgyűlésén a nyíregyházi Művese állomás orvosigazgatója. Szegedi János kiemelte, az idősek a legveszélyeztetettebbek, hiszen a kor előre haladtával a vese súlya 1/3-ával, véráramlása pedig a felére csökken. De a vesebetegségek gyakori okozója a diabétesz és a magas vérnyomás. Szabolcs megyében több mint 150 ezer hipertóniás beteg áll gondozás alatt. A hipertónia a veselégtelenséget okozó betegségek között a második helyen áll. Cukorbetegség, népbetegség, világviszonylatban a cukorbetegek száma nagy. Magyarországon több mint 1 millió cukorbeteggel kell számolnunk. És még azt is elmondhatjuk, hogy minden ismert cukorbeteg mellé egy ismeretlen cukorbeteget is oda tehetünk, aki még nem tudja magáról, hogy cukorbeteg. Szabolcs megye hogy néz ki? Több mint 45 ezer cukorbeteget ismerünk. És jön az elhízás. Nagyon komoly probléma. Részben, mert az elhízás a magas vérnyomásban, a cukorbetegségben szerepet játszik, de a vesebetegségben is. Most jelent meg a héten néhány közlemény, ami valóban elgondolkodtató. A világon a magyarok a negyedik legelhízottabb populációt jelentik. Amerika, Mexikó és Új-Zéland után Magyarország a negyedik helyen áll. A rizikófaktorok tehát jóval erőteljesebbek hazánkban, az egészséges élet azonban egy kis odafigyeléssel elérhető. Több betegség, így a vesebetegség is megelőzhető lehet, a legfontosabb a napi 2-2,5 liter folyadék fogyasztása, hiszen az segíti a vese működését, a test tisztulását. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében mintegy 400-an szenvednek valamilyen vesebetegségben. Egyesületünk 1989-ben alakult, tehát lassan 30 évesek leszünk. Igyekszünk összefogni és segíteni a megyében található élő vesebetegeket. Ezeknek nagy része 3 műves állomásra jár ide a megyébe, Kisvárda, Nyíregyháza és Mátészalka.
Ezen kívül vannak dializált, illetve CAPD és transzplantált betegtársaink is. Jelenleg 228 fő a taglétszámunk. Ez a nyíregyházi művese állomás egyik dialízis helyisége. Ezek a gépek lényegében a vese helyett dolgoznak, a csöveken keresztül áramlik a vér, amely a berendezés működésével a méreganyagoktól tisztul, így segítik a szervezet anyagcseréjét. Csak a nyíregyházi központba 180-an járnak rendszeresen dialízisre. Késsel sebesítette meg nővérét egy férfi Nyíregyházán a Toldi utcán hétfő délután. A dulakodás után a 24 éves férfi kiugrott 9. emeleti lakásukból, aminek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. A nyíregyházi rendőrkapitányság súlyos testi sértés büntet kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntető eljárást indított az ügyben. Végéhez ért a Mindenkinek becsengettek elnevezésű együttnevelési program. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Hátrányba került a nyíregyházi kosársuli az amatőr nemzeti bajnokság bronzérméről döntő párharcban. Farkasénszky Gyuláné együttese az első mérkőzésen 77-66-os vereséget szenvedett a Szeged otthonában. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága hétfőn ismét átadta a sportszerűségi díjakat. Ezúttal az a 9 csapat vehetett át elismerést, amely az áprilisi fordulókban leginkább szem előtt tartotta a fair play szellemét. Végéhez érte a Mindenkinek becsengettek elnevezésű együttnevelési program. A Down Egyesület 2009-ben indította el a kezdeményezést, amelynek során 2017 tavaszán 10 héten át Down-szindrómás és sajátos nevelési igényű gyerekek integráltan tanulhattak tipikusan fejlődő társaikkal. Flashmobbal indult a Mindenkinek becsengettek záró ünnepsége. A programban résztvevő nyíregyházi iskolák diákjai megmutatták, mekkora szívvel és szívesen fogadták a Down-szindrómás és sajátos nevelési igényű gyerekeket iskoláikban. Idén tavasszal 10 héten át 6 nyíregyházi intézményben tanulhattak együtt a gyerekek. A program átfogó célja az, hogy minél több óvodás és iskoláskorú gyerek ismerje meg a fogyatékkal élőket, és fogadják be a köznevelésbe az eltérő fejlődésű gyerekeket is. Nyíltelekre járunk óvodába, és akkor meg a Csodavárba járunk fejlesztésekre, és ott szóltak nekünk, hogy van ez a lehetőség, és akkor éltünk vele, hogy be most készülünk szeptembertől iskolába, és ez nagyon jó erőrelépés nekünk, hogy megtanulja, megtapasztalja a gyerek, hogy milyen egy iskolai élet. Fontos, hogy az oktatási intézményekben az inkluzív nevelés egyre inkább teret nyerhessen itthon is, hangzott el a rendezvényen. A hazai oktatási rendszernek nyitottnak kell lennie a befogadásra. Az Egyesület szeretné elérni, hogy a nemzeti alaptantervbe is bekerülhessen az inkluzív nevelés. Az inkluzív szemléletben én érzek egy nagy megtorpanást így az elmúlt években, hiszen az oktatás átszervezésénél valószínűleg nem ez volt most a fókuszban, valószínűleg inkább a gazdasági és egyéb szervezési oldalakat vették elő. Térbe. Most szeretnénk, hogyha a nemzeti alaptantervben az inkluzív szemléletű pedagógiai módszerek elérhetőek lennék. Ezügyben egyeztetünk a különböző tárcákkal, elsősorban itt az oktatási tárcával, hogy a NAD-ba ez bekerüljön. Én azt gondolom, hogy ez adhatna új lendületet. Amit mi tudunk itt csinálni, az az, hogy kedvet csinálunk a résztvevő pedagógusoknak, gyerekeknek, szülőknek arra, hogy kipróbálják ezt az együttnevelési történetet. A Mindenkinek becsengettek program az elmúlt 8 évben több mint 200 fogyatékkal élő gyereket integrált a többségi iskolákba, óvodákba, és mintaprojektként segíti a határon túli oktatási intézményeket is. A program Romániában és Szlovákiában is meghonosodott. Hátrányba került a nyíregyházi kosársuli az amatőr nemzeti bajnokság bronzérméről döntő párharcban. Farkasénszky Gyuláné együttese az első mérkőzésen 77-66-os vereséget szenvedett a Szeged otthonában. A második találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában.
A bronz párharc első meccsén a vendégeknél pályára lépett a felnőtt válogatottal a B33-as világbajnokságra készülő Papp Klaudia is. Az első negyedet a hazaiak nyerték 9 ponttal, megadva ezzel a mérkőzés alaphangját. A második 10 perc is a Szegedi lett 2 ponttal, sőt a harmadik játékrészt is a tiszapartiak nyerték 6 ponttal. Az utolsó negyedben, amelyben le kellett cserélni a sérülést szenvedő, addig 25 pontot szerző Papp Klaudiát, a nyíregyháziak valamit kozmetikáztak az eredményen, de így is 11 pontos vereséget szenvedtek, a Szeged pedig 1-0-ra vezet a két nyert meccsi tartó párharcban. Nagyon kemény mérkőzés volt, fizikálisan rengeteget kivett, azt gondolom, hogy mindenkiből, illetve hát majdnem sérülés is lett a vége az irányítónk személyébe, ugye Dia egy olyan ütést kapott, illetve többet, aminek a végén már nem nagyon tudott felállni, így a negyedik negyedbe őt le is kellett cserélni. Most még egyelőre nézzük, hogy mit fog esetleg bírni a lába, vagy mit nem, de nagyon bízunk benne, hogy a visszavágón vasárnap fog tudni játszani. A center elmondta, az első meccsen is voltak győzelmi esélyeik, és azt is, mi szükséges ahhoz, hogy kiegyenlítsék a párharcot. Kevesebb kosarat kell, hogy kapjunk indításból, és a helyzeteinket jobban ki kell, hogy használjuk, mert voltak itt is akár kinti, akár középtávoli helyzeteink, amik sajnos nem úgy sikerültek, illetve több büntetőt is hibáztunk. Ha ezek a dolgok megvannak, én azt gondolom, hogy egyértelműen a mi oldalunkra billenhet a mérleg. A nyíregyházi kosárcsuli Szeged mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A harmadik mérkőzést, amennyiben szükség lesz rá, június 3-án rendezik Szegeden. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága hétfőn ismét átadta a sportszerűségi díjakat. Ezúttal az a 9 csapat vehetett át elismerést, amely az áprilisi fordulókban leginkább szem előtt tartotta a fair play szellemét. Másodszor gyűltek össze az MLS megyei igazgatóságán azoknak a csapatoknak a képviselői, amelyek az előző hónapban a legsportszerűbbnek bizonyultak az első osztályban, a 3 másodosztályú csoportban és az 5 harmadosztályú csoportban. A versenybizottság által összeállított kritériumrendszer alapján dől el, hogy mely együttesek vehetik át a győztesnek járó fair play zászlót, futballlabdát és az egytálca sört. Nyugodtan mondhatom, nagyon pozitívan fogadták a csapatok ezt a kezdeményezést, igenis már az első díjátadó után lehetett hallani olyan pozitív visszhangokat, na majd a következő hónapban mi nyerjük meg. Tehát egy olyan verseny lett ebből is, ami nyugodtan mondhatom pozitív, és hát örülünk neki, hogy a március hónaphoz képest, most április hónapban 9 másik egyesület nyert el a díjakat, viszont azok, akik március hónapban elnyerték, ők is minden csoportban az élbolyhoz tartoztak, tehát továbbra is sportszerűen játszottak a mérkőzéseken. A megyei másodosztály Kelet-Magyarország csoportjában a Beregdarúc Ese bizonyult az elmúlt hónap legsportszerűbb csapatának. A sportszerűség úgy gondolom, hogy a labdarúgáshoz szorosan hozzátartozik, és nem csak a labdarúgáshoz, hanem minden sporthoz is. Persze ezt a mérkőzések helyébe olykor-olykor elfelejtik a résztvevők, legyen az akár edző, legyen az akár játékos, de úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb eleme a minden játéknak, és ezért is volt nagyon előremutató javaslat az, hogy legyen egy ilyen sportszerűségi díj is, ami nem csak évente egyszer, hanem minden hónapban ki legyen osztva. Ezzel is talán egy picit motiváljuk a csapatokat arra, hogy és felhívjuk a figyelmet arra, hogy valóban a fair play, a sportszerű játék, az hozzá kell, hogy tartozzon ahhoz, amit labdarúgásnak hívunk. És én úgy gondolom, hogy ez elérte a hatását is, hiszen egyre kevesebb sárga lap van, egyre kevesebb piros lap van, és talán ez ennek a díjnak is egy picit köszönhető. A Beregdarúc 3 fordulóval a bajnokság zárás előtt a 11. helyen áll a csoport tabelláján. Elég hullámzóan szerepelünk, ezt nyugodtan el lehet mondani, hiszen hol bravúr győzelmeket hajtunk végre, hol pedig olyan vereségeket szenvedünk el, amelyekre nem számítunk semmi, se pedig a szurkolótábor, de azt hiszem, hogy itt a megyei másodosztályba ettől függetlenül megálljuk a helyünket, igyekszünk jól teljesíteni meccsről meccsre, és azt hiszem, hogyha sikerül kiadni minden játékosnak magából azt, amit arra a meccsre szánt, akkor már nagy baj nem lehet. Ez végül is egy közösség, ez egy a legfontosabb eleme ennek a játéknak, az, hogy együtt tudnak lenni azok az emberek, akik szeretik a labdarúgást, és azt hiszem, hogy ha mindenki elégedetten távozik a pályáról, akkor nagy baj nem lehet, úgyhogy mi ezt a szellemet követve próbálunk Beregdarúcért és Beregdarúcnak is a javára lenni. A megyei első osztályban a Máté Szalkai MTK, a megyei másodosztályban a Beregdarúc mellett a Levelek és a Zajak, a harmadosztályban pedig a Tiszajeszlár, a Pirice, a Laskód, a Döge és a Sonkád bizonyult a legjobbnak a sportszerűségi versenyben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Idén 125 éves a fajta kísérletezés Magyarországon. Ebből az alkalomból tartottak kalászos és káposzta recce technológiai bemutatót a Nyírtelek gyulatanyai mezőgazdasági kísérleti állomáson.
Az eseményen a folyamatban lévő fajtakísérletek mellett szó esett az idei terméskilátásokról is. A jelenlegi prognózisok alapján az őszi kalászosokból például közepes, jó termés várható. Több mint 700 kérelem érkezett be az elmúlt közel 4 évben a teljesítés igazolási szakértői szervhez az építőipar területéről. A szervezet teljesítési és kifizetési hiányosságokat vizsgál magyarországi építkezéseknél. Jelenleg több mint 170 szakértő dolgozik országos szinten a különböző ügyeken. A legutóbbi kutatások szerint az építőipari vállalkozások 80%-ának volt már késedelmes kifizetése, ezért van szükség a szerv munkájára. Mintegy 400-an szenvednek valamilyen vesebetegségben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Nyíregyházi Művese Állomás orvosigazgatója arról tájékoztatta televíziónkat, sokan nem tudják, hogy vesebetegségük lenne, pedig az időseknek, a magas vérnyomásúaknak és a cukorbetegeknek fél évente, évente kellene vér- és vizeletvizsgálaton részt venniük, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 23-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós, zivataros időre számíthatunk, változó nedvesség tartalmú labilis levegő húzódik a Kárpát-medence fölött, emiatt összességében több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Reggelig változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, késő estig még több felé valószínű zápor, zivatar, a változó irányú szél helyenként megélénkő reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran lesz erősen felhős az ég, zápor, zivatar több helyen valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Csütörtökön még felhős idő várható, többfelé záporra, zivatarral, de a hét utolsó napjaira már csökken a felhőzet. Napos, gomoly felhős idő valószínű, a hétvégén és a jövő hét első napjaiban már csapadék nélkül. Csütörtökre még néhány fokot gyengül a nappali felmelegedés mértéke, majd ismét melegedés kezdődik.